Hír stúdiónk vendége Karcagi Nagy Zoltán, önkormányzati képviselő. A képviselővel a frissen elfogadott költségvetésről, a Fidesz-KDNP frakció által támogatott beruházásokról, fejlesztésekről, a 2021-es év fő feladatairól fog tájékoztatást adni. Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke, valamint életműdíjas előadó művész. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves csókolom, üdvözlöm én is a Karcag Televízió kedves nézőit. Mikor és hogyan történt az önkormányzat idei költségvetési rendeletének elfogadása? A költségvetési rendelet elfogadása az idén február végén történt meg, és mivel a járványhelyzet miatt jelenleg a testület nem ülésezik, ezért interaktív, illetve internetes online módon történt a szavazás. Ez úgy történik, hogy a városháza dolgozói, a hivatal dolgozói kiküldik a javaslatokat, tehát a napirendi pontokat, mellette kiküldenek egy véleménykérő lapot. Ezen tudjuk beixelni az igen, a nem, illetve a tartózkodás szavazatot. És hogy hogyan történt az elfogadása ennek az rendeletnek? Hát természetesen a régi megszokott módon, ahogy ez általában szokott lenni, a 8 fideszes képviselő igennel szavazott, 2 jobbikos nem szavazat volt, illetve 1 momentumos tartózkodás. Majd a riport folyamán ki fog derülni, hogy mire mondtak nemet, illetve minek a megszavazásától tartózkodtak. Mi jelentette a megalkotás főbb irányvonalát? A 21-es költségvetés, Karcagváros önkormányzatának 21-es költségvetésének a fő megalkotásának fő irányvonala a működés előző évekhez hasonló színvonalú történő, tehát színvonalon történő biztosítása, a folyamatban lévő beruházások megvalósítása, az újabb pályázati lehetőségek keresése, kihasználása. Ez volt a fő irányvonal. Mik a lényeges feladatok? 2021-ben is biztosítjuk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Saját fenntartású költségvetési szerveinken keresztül gondoskodunk az óvodai ellátásról, a település üzemeltetési és városgazdálkodási feladatok ellátásáról, valamint kulturális és muzeális szolgáltatásokról. Társulásban lévő intézményeinken keresztül biztosítjuk a bölcsődei ellátást, a különböző szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, az egészségügyi alapellátást és ügyeletet, valamint az idős otthoni ellátást. A veszélyhelyzet önkormányzatunkat érintő gazdasági hatása okán lesz-e létszámleépítés? Igen, sajnos itt van a harmadik hulláma a járványnak, és a veszélyhelyzet jelenleg is fennáll. Nem is tudjuk, hogy körülbelül mikor lesz vége, talán a nyárban reménykedhetünk, de ennek ellenére a gazdasági hatást érintő, tehát a járványnak a gazdasági hatása ellenére mi azért ragaszkodunk ahhoz, hogy a munkahelyeket megőrizzük, tehát létszámleépítésre a költségvetési szerveknél nem kerül sor. Lesz a képviselői keret, és mi valósul majd meg belőle? Lesz képviselői keret, 3 millió forint minden körzetben a képviselői keretnek az idei összege. Már kérte polgármester úr, hogy írjuk össze ki, mit tervez a körzetben megvalósítani. Igazság szerint természetesen sokkal nagyobb összeg jön ki a végére, amikor összeírjuk az összes útalap, meg útalapépítés, meg útalapjavítás, meg járda, meg egyéb, stb. De aztán fontossági sorrendben, illetve a lehetőségek figyelembe vételével ezek jelentős része azért megvalósul. A települési támogatások rendszerében történik-e majd változás? Nem történik változás. Szociális alapon az előző évekhez hasonlóan biztosítjuk a rendszeres és rendkívüli támogatásokat. A középiskolai és felső oktatásban tanuló fiatalok tanulmányi eredményük és szociális rászorultságok figyelembe vételével ösztöndíjat kapnak. És egy nagyon kedves dolog a végén, ebben az évben is megjelenik a költségvetésben emelt összeggel, 20-ról 25 ezer forintra emelkedett a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása, a babacsomag. Vannak-e kiemelt feladatok a 2021-es évi költségvetésben?
Igen, kiemelt feladat az orvosi ellátás színvonalának megtartása, az ügyeleti ellátás és házi orvos, gyermekorvos, fogorvos utánpótlás biztosítása. Továbbra is kiemelt szerepet kap a sportfeladatok támogatása. Az Akácliget fürdő üzemeltetését, a lakosság sport és szabadidő tevékenysége gyógyászati ellátása érdekében továbbra is támogatjuk. Hát reméljük, hogy a nyár folyamán már nyithat a fürdő, és ezeket a tevékenységeket, ezeket a kikapcsolódási lehetőségeket a karcagi polgárok igénybe tudják ott venni. Milyen jelentős beruházások, fejlesztések lesznek, illetőleg vannak folyamatban, amelyek szerepelnek a költségvetésben? Kis túlzással mondhatom, hogy felsorolni is nehéz. Hát aki járja a várost, láthatja tulajdonképpen a beruházásokat, a folyamatban lévő fejlesztéseket. Így például már ki van cölöpözve a kerékpárútnak az útvonala, tehát a kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon, ez az egyik. Aztán a karcagi termékek piaca pályázat, ott már a fedett piacrész átadása megtörtént. Igaz, hogy még utómunkák várhatóak, de ez is folyamatban van. Aztán a Varró utcai bölcsöde felújítása szintén benne van a költségvetés tervezetben. Idősek otthona energetikai felújítása, az idősek otthona konyhájának a felújítása. Akkor a Rónai Malom közösségi célú felújítása. A volt rendőrségi épületrész felújítása, hát aki jár a Városháza fele, látja, hogy ott nagyban dolgoznak, nagy munkálatok folynak. Tulajdonképpen a rendőrség, amikor átköltözött az új székházába, akkor ott felszabadult egy épületrész, ami majd hasznosításra vár, annak a felújítása, annak az átépítése zajlik. A veszélyhelyzet... Pillanat, még van, azért mondom, hogy szinte nehéz felsorolni. Barna mezős területek fejlesztése Karcagon, igen, ez a pályázat is fut. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, illetve egy régebbi téma, amit már itt többször említettünk, a milánói világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése itt Karcagon. Lesznek-e rendezvények, várhatóak-e rendezvények az előttünk álló időszakban a veszélyhelyzet miatt? Hát igen, ahogy az előbb már szóba került, várjuk, hogy mikor lesz vége a veszélyhelyzetnek, mikor lehet enyhíteni. Reménykedünk a nyárban, de sajnos néhány kulturális feladatok megvalósítása néhánynak elmarad, ez az igazság. Más feladatok pedig időben átütemezésre kerülhetnek. Összegzésként mi mondható el, hogyan lehet összefoglalni Karcagváros önkormányzatának 2021-es évi költségvetését, gazdasági helyzetét? Összességében megállapítható, hogy a 2021-es év sem lesz könnyű önkormányzatunk gazdasági helyzetét tekintve. Ugyanakkor a likviditás folyamatosságának biztosítása mellett igyekszünk az önkormányzat ideiglenesen szabad pénzeszközeinek jogszabályokban engedélyezett módon évközi befektetési célú lehetőségével élve forrásainkat növelni, bővíteni. Fizetőképességünket mindenképpen megőrizzük, ezért továbbra is szükséges mind az önkormányzatnak, mind pedig a költségvetési szerveinek átgondolt, észszerű, takarékos gazdálkodást folytatni. Karcagváros önkormányzata 2021 évi költségvetése 9 milliárd 469 millió 929 ezer 606 forint főösszeggel került elfogadásra. Megköszönöm, hogy elfogadta a beszélgetésre való meghívásunkat, és a továbbiakban minden jót kívánunk. Köszönöm.